Üdvözlök mindenkit, bizony régen jártunk már itt. De ez nem más, mint a vanília Minecraft és valami dübög áttérve. Ti nem halljátok, de azért dübög. Kezdeném én is egy, hát nem ilyen bejelentés, hanem inkább ilyen kérdésszerűséggel hozzátok. Ugye vanília Minecraftot játszunk, full alap Minecraft, meg minden. És azt kérdezném tőletek, hogy lenne-e igény ilyen mod bemutató sorozatra. És ezzel alatt nem azt értem, hogy csinálok 60 videót, amiben bemutatok 60 darab különféle modot 10 percben, hanem kiválasztok egy modot. Tegyük fel, például találtam egy olyan modot, hogy mit tudom én, mi volt már neve, valami nocsos mod volt. És az volt a lényege, hogy az alap Minecraftot úgy átvarázsolja, hogy Minecraft világ generálódik, de ilyen tök random, tulajdonképpen hatalmas nagy sziget, ahol mindig vannak ilyen elrejtett boss, meg mit tudom én mi, egyedi itemek, cuccok, blokkok, ugyanúgy el kell, hogy lásd magad, bla bla bla, játszol 2-3 napot, lemehetsz a bossból, kapsz egy kaput, és akkor mehetsz tovább, és akkor mit tudom én, le kell győzni aztán Hero Blind, meg mit tudom én mi, és akkor a 10. regenerált sziget után, mit tudom, meg kell küzdened Notch-sal, tehát ilyen hosszabb kis játékmenetek, vagy volt például ilyen, hogy Marvel Heroes mod, azt hiszem, ahol ilyen Superman repked, meg Batman van, meg Arkham City, meg mindenféle hülyeség, amit csak el tudtak képzelni, szóval ilyen moddolt sorozatra lenne igény ilyen nagy dologra. Tehát kinézek egy nagy modot, akár lehet FTV vagy Tekit is, ha azt akarjátok, és akkor abból sorozat sok részen keresztül. Tehát ha van igény, akkor lehet jelezni. Nem tudom már, hol hagytam abba konkrétan. Azt tudom, hogy még itt van bőven kifosztandó nyersanyag, azt innen látom is. De azt hiszem már, hogy elkezdtem ott bent a házamat építeni, oda kicsit visszanézek. Vagy tereprendezni elkezdtem, ha minden igaz. Már 24-es vagyok, az érdekes. Igen, és talán fát gyűjtöttem utoljára. Mert hogy a pestenedik. Nincsen szerintem ágyam. Milyen szinten játszok, jó? És nem tudom, van egy apjum. Majd most szerzünk akkor, ha nincs. Ha. Nincsen nagyon ágyam, az a baj. Ez pedig nem elég. Hát akkor lehet, hogy bányászni kéne talán. Inkább. Inkább azt. Inkább lemegyek a sötétségbe. Ott egyébként se lesz nagyobb veszély. Az már biztos. Vagy itt fent el leszek. Ouch, mi ez a nagy lag? Jó, mondjuk imádjuk, hogy a single player Minecraft és Minecraft szerveren fut. Mert ezt kitalálták a nagy okosok, hogy jó lesz. Nem hoztam követ mi, nem hát. Jó, már két csesztem, jaj, mennyi gazdag ember vagyok. Aha. Aha, itt van a sok fa. Hát nem tudom, szerintem simán leugorhatok, még túl is élem. Ja. A Minecraftban minden megtörténhet. Hát el kéne zárni ezeket a vizeket, nem? Jó, ez itt tűrhető. Oké, egész jó.
Nem találtam ki egyébként kifejezetten célt ennek a résznek. Ugyanis csak úgy hirtelen jött egy ilyen kis inger, hogy Minecraft, és akkor... És akkor Minecraft. Mini barlang. Nem is olyan mini. De mini. Valaki, aki tudja, azt írja már meg, hogy a Looting Enchant könyve, ami van, az, az csak kardra jó, ugye? Vagy íjra is esetleg, vagy még mire jó? Mert azon gondolkodtam, hogy csákányra például jó, de arra rájöttem most közben, hogy a Fortune kell talán, hogy többet dobjon. Jój! Ujjjj! Nem sokan múlt. Ouch. Van, hát ilyen kis kőkardom van. Júj! Szóval a looting aztán a mob drop szerzésre kell, ugye? És akkor elvileg a fortune kéne a... A blokk szerzésre. Mondjátok meg, mondja meg, aki tudja. Most. Hoppá. Nagy hülyeséget csináltam, Istenem. És a Minecraft is milyen hülyeséget csinál itt. Hát még itt. Jaj, szegény Minecraft. Ja, meg egyébként kijött a Grid 2, játszottam vele. És hát olyan kis bejövős, tehát nagyon-nagyon ha ez a Grid 1-re, de az is egy nagyon jó játék volt, én szerettem, éppen ezért bejön a Grid 2 is, szóval, hogy szeretnétek-e a Grid trilógiáról, ugye versenyzős játék, tehát nehéz vele videót csinálni. De leírjátok meg, hogy van igény. Ha 5-6 ember írja, akkor már ez nekem bőven jó lesz. Mert ha nem írja senki, akkor is csinálok belőle videót, csak akkor mondjuk több hónap múlva. Akkor nem sürgetem. Na, vannak most sorozatok, amiket elkezdtem, de igazából csak ilyen vészhelyzet esetére vannak, tehát ha nagyon nincsen videó, akkor leadok belőlük egy-két részt. Mintha új sorozat lenne, de nem azok. Ezekről persze nem mondok semmit. Egyébként meg nem értem. Egyébként oda-oda. Jó, ez egyébként. Pont ezt akartam neki mondani, hogy minden mondatomat úgy kezdem, hogy egyébként. Amikor sokáig kusban vagyok. Szerintem igen. Engem nem zavar, csak hogy... ti is itt vagytok. Most emiatt meg elfelejtettem, hogy mit akartam mondani. De ez rohadt jó. Egyébként Inception. Ja igen, azt akartam mondani, hogy ha 1280x720 ráállítom a monitoromat és full képernyőre teszem a Minecraftot, akkor ilyen 40-50 FPS-sel megy, így meg hogy ablakos módban megy, de ugyanúgy 1280x720-ban így meg stabil 60-an van, tehát ez milyen logika? Akit úgy elmondhatja. Még valami ávas.
Meg nyugodtan meg lehet írni azt is, ez megint ilyen kérdezős résztek, jó? Hogy mennyire hallatszik az új egeremnek a kattogása. Tehát nyilván, kb. Ugyanúgy, mint az előző, de azért kicsit konkrétabban válaszoljatok. Nyilván nem azért lett lecserélve, mert hangosan kattogott, hanem mert tönkrement. De, Bálint vissza is kéne kérnem. Odaadtam neki az elromlott egeret, aztán nem adta vissza. Írok is neki, ha macsin. Gyorsan. Giroszan. Szóval, ha nem kell a rossz egérem, add vissza. Cup. Jaj, de jó az a kis kanyon. Nincs a másik csákányon, mehetek fel. Jó lesz így is. Hát a közben eltalál egy csontváz és akkor lelök a mélybe. Nem nyert és jön fel a nap. Egy puk. Kardom sincsen már mindjárt. Hol hallok pókot? Ez egy dolog, hogy itt hallok pókot, de hol van? Vas. Elvileg van egy csomó vasam. Nem csomó, de van. Csomó ott van ugye az üllőbe. A züllőbe. Mit csinálok én? Most nem is ezt akarom. Azt mondja, két csákány. Két kard. És most, hogy végre nappal van. Hello! Elnézek megint el a kis házikomhoz, aztán lehet, hogy nekiállok az építkezésnek. Na, az mehet oda. Na nézzük, csak elvileg követni kéne a fáklyákat, amiket leraktam, bizony. És közben hardcore pogózunk. És már is vesztettem a nyomot. Na, ott egy fáklya. És itt vége is van. Tehát ide terveztem ki a sarokra. Ez nem is tűnik ilyen rossz helynek igazából. Na mindegy. Itt akkor erdőt írtunk. A másik baltámja. Elhasználom ezt a baltámat. Aztán leteszem majd az alapkövet. Alapfát. Nem tudom, miből legyen még. Valami kövecskés szituációt akarok igazából. Azt meg pont nem hoztam. Ja, 23 van nálam, hát nem is nem sok. Ja, ott tegyük fel, hogy itt most már van hely. Nem ide akarom. Nyilván nagyon sokat számít, hogy most a helyet én ide teszem. Jó, itt egy ajtó. És akkor... három, nézzük csak, hogy egy-kettő, tehát három belső hely, akkor itt egy-kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Jó.
Valami minimalisztikus kis háznak jó lesz. Jött vissza Bálint. Nézzük, mit írt. Oké is. A többi pedig privát. Az csak nekem küldi. Mire gondolhatott a költő? Hát ti itt nem fogtok lakni. Mondja, három belső hely, akkor itt. Egyébként meg nyugi lesz, nagyobb is a ház, csak alapkőletételnek ez bőven jó. Jó, és akkor a padló, ilyen fehér fába gondolkodom. Nem néz ki rosszul. Majd ha rosszul néz ki, úgyis kicserélem. Van még itt egy kevés, sapling viszont nincsen. Nincsen fehér fa saplingem, az hogyan? Mindjárt megnézem még a másik chestembe. Ott azért van jó pár fehér fa. Nem fogunk fa hiányba szenvedni. Hát itt nincs. Itt sincs, tehát én nem szedtem semmi fehér fát. White tree. A vágásra miért nem jár XP? Az is azért komoly fizikai munka. Lenyomva tartani az egeret folyamatosan. Platty. Ó, kicsit sok lett. Mit csináltam? Nem ezt akartam? Jaj, jaj, az szétmedezi, oké. Plutty, 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 plutty. És akkor most már lehetne ilyen crafting table-öket áthozni. Meg abszolút nincsen homok, azt hiszem. Tehát üvegnek van valami kis nyersanyagom. Kettő homok bőven. Sok lesz. Jó. Be vagyok telve, király. Nézzünk valami eldobhatót, esetleg gravel, még tök mindegy, mert bepakolok a dircse ez le. Husi. Jó. Ez kell. Ez mehet be. Csónak. Jó. Répát pedig nem megenni. Azért kezdek már egy játszucolni, mert kéne egy na, hova tegyem ezt? Így, néha két kemencét azt majd... most nem kaptam meg egy pillanat. Na, szóval azért kezdek el átpakolni, mert hogy csinálni kéne egy ajtót. Igen, ez egy remek indok volt. Egy kemence az úgyis még kell. Sőt, több is kell lehet. Aha, jó, ez cukornát termesztő helynek prima lesz.
legjobb hely, középen. Kaját meg közben elhagytam. Azt a kaját kéne ennem, amelyik bőből kevesebb itt van. Ja. Amelyikből kevesebb van. Fölöslegesen helyet ne foglaljon. Legjobb helyre teszem egyébként, igen, így a házam elé rögtön megneveztek mindent. Ásót meg csákányt meg el kéne mindjárt használnom. Most a kemencét azt itt van. Egy, kettő, három dola még mehet. Egyébként meg majd külön chestrendszert akarok csinálni, tehát nem tárolok majd mindent egybe. Ez természetes. Nálam. Három búza, hát... Nem nagyon tudom őket használni mire. Kenyér lesz belőlük szerintem. Jó, az meg mehet is a kemencébe. Ez a husika. Ja igen, a szenet akartam közben áthozni a másikból. Meg magát a másik chestet is. Jó lesz így. Üllő az nem tudom hol. Ah, szia pók. Na nem bánt, az jó. Üllőt lehet, hogy inkább ide kéne. Nem így akartam. Nem, én ezt a workbench-et nem is oda akartam. Mert közben rájöttem. Valamiért elkezdtem laggolni, de nem tudom miért. Az üllőt majd külön helyre rakom szerintem. Mindjárt egyébként vége lett a résznek, most már támadsz? Meggondoltad magad mi? Rossz döntés volt. Na itt ezt most meg kell oldani. Azt mondja, hogy... Nekem csak a másik chest kell. Aztán ezeké meg visszafutok. Na de le a kanyonhoz meg lesz majd egy kis lejárat. Hopp! Nem nagyon szeretnek engem itt, az biztos. Jaj! Menteni jobb. Ja, hogy nem tettem le semmit. Ja, persze, hát... Hogy tettem volna le bármit is. Közben úgyis mindjárt idejön egy creeper, aztán megöl. Mármint felrobbantja a félházamat. Király, most már biztonságban vagyok. Jó, többi az már meg lesz, úgy érzem.
Jól éreztem. És következő rész a tuti arról fog szólni, hogy elmegyek majd és gyűjtök egy kis homokot, hogy tudjak üvegezni. Aztán meg mehet a többi. Majd bővítjük a házikót. A kis kunyhót. Mert hogy... valahol lakni kell. Ezt viszont így... kicsit... finomítom az ízlésemhez. Már ha van nekem olyanom. Mit tudom én, így jó lesz. Egy sor üveget akarok majd. Jó ronda ház ez, de mindegy. Két emeletesnek terveztem, by the way, a házat. Na. Nem, szerintem még ez is kőből lesz. Ez a sarok rész. Bár nem tudom, egy ilyen laposnak tűnik a ház. Meg végig körbe ablak, az túlzás azért. Azt mondja, úgy akartam, hogy... itt jó lesz ablak. Már szerintem ott kevés ablaknak. Akkor ez itt három ablak lesz. Ez már biztos. Viszont a túloldalt... ah, jó, jó lesz úgy. Akkor itt kettő, kettő... és kell kettő. Fogjuk rá, hogy jó. Hogy állunk? Itt így. Kettő, kettő. Elég csúnya, de így ronda. A napmondása. És még kéne kettő darab fonal, hogy végre aludhassak, elmegyek hantolni. Pokok. Pokok. Hopp. Te nem vagy pok. Add nekem a szintedet. Köszönöm. Add nekem a szintedet! Jaj! Nem adta nekem a szintjét. Gonoszak vagytok, szén! Jaj! Nagyon gonoszak itt a helyi creeperök. Pótásom van? Nincs. Majd kell a sivatagi túrához.
Alma. Én is volt almám, azt hiszem. De az első szigeteken abból éltem. Minimálisan. Almát zabáltam. Egyre ronda ház vagy. Addig körbeásolunk el az egészet. És fehér fából húzok köré, vagy valamilyen fából húzok köré egy kis körbejárót, aztán kerítéssel meg körbe rakom. Csúnya vagy. Nagyon csúnya vagy. Ó, pókot hallok, az jó. Igazából nem rossz. Pókot érzek. Benned érzem a pókot. Két fonal? Ez több? Ah, több fonal. Akkor viszont. Még ráaludhatunk. És akkor így az alvással a résznek is úgy érzem, hogy véget vethetünk. Hú, hát kicsit lassan történt. Még annyit gyorsan megcsinálok, hogy ásó. Mindjárt kijavítom azt ott. Hátul, amit a csúnya creeper csinált. Meg mindjárt még, nem tudom megnézni. Akkor írja meg, aki tudja, hogy ugye az üllőnél lehet feljavítani a cuccokat olyan anyagból, amiből készültek. Tehát a leromlott vascsákánytől a vassal fel lehet újra javítani. Éppen azért, hogy a rajta lévő enchantokat megtartsuk. De hogy íjat esetleg lehet-e pók fonállal. Fonállal. Mert hát ugye nincsen már fonalam, és nem tudom kipróbálni. Ja, megnézzük, hogy milyen lesz ilyennel. És akkor e köré majd még egy réteget így körbe, arra meg majd kerítést teszek. Vagy lehet, hogy már a kerítést már erre ráteszem. Majd kiderül. Sőt, van most kedvem csinálni egy kicsit, akkor legyen hosszabb a rész. Miből van? Ebből van feleslegesen fám. Szedek 3 stacket, a többi maradhat fa. Jó. Nézzük, hogyha erre ráteszem. Természetesen pont a bejárathoz. Ugye rajtam kívül még én se tudjak bemenni. Ó, és akkor ide csinálok ilyen kerítéskaput. Az hogy kell talán így, ugye, meg pálca. Ja, akkor csináljunk kettőt. Nem, egy elég lesz. Mert páratlan bejáratom van. Tehát ilyen egy kis ajtó. Jó, és akkor ide mehet még egy pressure plate is. Egy ilyen nyomópad. Egy fekve nyomópad. Jó. Ezt akkor jövök. És önzáró rendszer. Király. Jó, jó lesz ez. Úgyhogy akkor eszek egyet. És következő részben elmegyünk a sivatagba homokért, és akkor folytatjuk majd a házikót.
Valahova majd teszek létrát, hogy fel tudjak egyáltalán mászni. Szerintem itt így, ami jó lesz ilyen kis ugrálósnak. Mi a véleményetek? Írjátok meg kommentbe. Meg ahova akarjátok, meg amit akartok. És akkor majd így lesz. Prima. Király. Ez pedig mehet ide. Jó. Sziasztok. Hát ez nem volt jó a hangsúly, várjál, akkor újra veszük az egészet, jó? Oké. Mehet? Mehet. Sziasztok. Take a trip to my house.